Szeretett testvéreim, a Korintusi első levél első részének 14-től 17-ig terjedő verseit olvasom. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Sztefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Az apostol folytatja a tegnap elmondottakat, hogy nem kereszteltem meg, talán csak néhányakat, és ezzel nem a keresztségnek veszi el az erejét és értelmét, hanem helyre rakja, és azt mondja, hogy én arra küldettem, hogy az evangéliumot hirdessem. Ettől még a keresztségnek megvan a maga helye, de nem az evangélium központja, Krisztus keresztje helyén vagy mellett, hanem mögött. Mert egyetlen egy mentségünk van, a megváltó Krisztusunk az ő kereszt halálával, és ennek az erejét nem lehet még csak lekisebbíteni, vagy kis százalék arányba se bármi mással kitoldani. Itt újra mondom ezt, hogy a keresztségnek megvan a maga helye is. A gyermek és a felnőtt keresztségnek is. Azért nem jó ez a nagy vita e fölött, mert nincs a keresztségnek akkora jelentősége, mint hogyha ezen múlna az üdvösségünk. A Lator például a kereszten se gyermek, se felnőtt keresztségben nem részesült. Mi is keresztelünk, történelmi egyházak, felnőtteket is. Nem bemerítjük, hanem leöntéssel keresztelünk, akik felnőtt korban jutnak hitre, vagy konfirmálnak. És én nekem semmi gondom nincs a baptista vagy más felekezeteknek a bemerítéses keresztelésével sem. Ugyan, ha már egyszer valakit megkereszteltünk, akkor még egyszer én nem látom értelmét, de ezzel sincs akkora problémám. Ha jól értik a testvérek, miközben én nagyon közel érzőnek vallom magam baptista testvérekkel, meg más szabad keresztjén felekezetekkel, olyanokkal is, akik bemerítéssel keresztelnek. Ha én most bemerítkeznék, bűnt követnék el. Azért mondom, hogy jól értsék a testvérek, mert a bemerítés egyáltalán nem bűn, sőt, az egy hitvallás, meghaltam a réginek, az megpecsételése a döntésemnek. De olyan hangsúlyt tennék, félreérthető hangsúlyt a keresztségre, a bemerítkezésemmel, a mostanival, amit nem szabad megtennem. Azt mondanák az emberek, hogy látjátok, a Vég Tamás is, akit sokan hallgattak, sokan ismernek a hívők közül is, azért az öregségére úgy gondolta, hogy na, azért bebiztosítom magam az üdvösségre, hogy azért a bemerítkezéssel is lépnem kell.
nem kell lépnem, mert a Krisztus keresztjéért van üdvösségem, és tudom, hogy ezt így mondják a baptista testvérek is, és jól értsétek, hogyha én nem lennék megkeresztelve, és éppen baptista körökben térnék meg, akkor természetesnek venném, hogy a bemerítkezésre jelentkezzem, mert meg szeretném pecsételni a Krisztusban való hitemet. De így, hogy engem gyerekkorban megkereszteltek, és utána neveltek úgy, hogy aztán hitre jutottam, így nincs szükség. A jel rajtam van, és nem akarok újra mondom vitatkozni ezen a kérdésen. Jól értik, akik figyelmesen hallgattak, hogy amit Pál itt hangsúlyoz, azt mondja, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Se a keresztelés túlhangsúlyozásával, se a bölcselkedő beszéddel, hanem, ahogy majd a következőkben látjuk, a kereszt ereje legyen az én bizonyosságom és segítségem, mentségem és üdvösségem.